Másfél napig nem volt áram a Borsod megyei Ómassán. Annyi hó esett az elmúlt napokban, hogy több fa is kidőlt és leszakította a vezetékeket. A közlekedés sem volt egyszerű, a települést nagyon nehéz volt megközelíteni. 10-15 cm-nyi hó esett Borsod megye egyes részein, amit sok helyen nem bírtak a fák megtartani. A laza olvadt talaj a gyökereket nem tudta megfogni, így sok helyen tövestől dőltek ki a fák. Az erdei utakon emiatt sok helyen a közlekedést is le kellett állítani. Hát utána már nem engedték a busz sem el, nem tudok. Most azért, hogy most elinduljak én is gyalog, vagy fogjani a busz, nem tudom. Ómassán a vizes hó miatt kidőlt fák a vezetékeket is elszaggatták, így ott áram sem volt közel két napig. Az utakon sem volt könnyű autóval közlekedni, de a hó miatt villanyoszlopok is ketté törtek. A helyreállítás nyomait sokfelé lehetett látni. Félelmetes, hogy 2018-ban ilyen van még, hogy szinte téli időszakban ez rendszeres napokig, de az elmúlt évben, hogy volt az a nagy hó, akkor egy hétig nem volt áramunk, nem volt telefon, előtte volt egy jégtörés, hasonló volt, szintén egy hétig kimozdulni nem lehetett szinte innen a völgyből. Kerestük az áramszolgáltatót is, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a megoldás az lehet, ha a levegőben levő vezetékeket sikerül földkábelekre kicserélni. Erre azonban egyelőre várni kell. Kiemelt kormányprogram részeként cserélhetik majd ki a vezetékeket Bükszentkereszt, Trépás úta, Ómassa térségében, de egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor kezdődhet a beruházás.